Na, a Benjamin már itt van. Tessék, az e-optikához megérkeztünk. Na, drága Benzike. Figyelj! Nem fordul le. Hülye kamera. Na, ide jöttünk. Kisnő az már rám ugrott, látod? Ide az e-optikában, anyukám. Be fogunk rongyolni. Üzletünkben most viszelésre kö... Na, várjál. Elkészültem én is. Igen? Most van. Várj. Jó. Legigénytelenem maszkomat hoztam. Ne ürítsék. Várj, ezt fog már meg a telefon, nem tudom fölrakni. Szia, maszk. De megy közben, majom. Jó van már. Szemüveget fogunk venni, anyukám. Kedvezmény, de így tézzel. Már is. Jöttünk be? Jó napot kívánok. Maszkba minden. Teljes idegbe vagyok, mányukám. Na, Benjamin, mit szeretnénk? Napszemüveget? Mit szeretnénk? Hát nem gondoltam, hogy megleplek valami jó kis napszemüveget, nem ilyen előkelővel, mint az enyém. Hát jó, de olyan előkelő soha nem lesz. Nem jól tervenem. De hogy napszemüveg, egy van föl, hülye. Nézd már egy... Nagyobb a szemüveged, mint nem, a fejem. Nem, nem. Bejek, így. Ja, értem, így. Hát de ne tolt föl. Bocsánat. Meg ezt nézem, hogy vannak ilyen monitor szemüvegek is, ugye? Ez már is... érdekes. Mert mindig lóksz az Instán apukám, tedd meg Instán. A számítógépet. Azt mondjuk... látottam, milyen komolyan kezelem. Hát milyen jól nézek ki? Nagyon jól nézek. Neked még jobban is el nem megyünk, inkább neked szemüveg. Figyelj ide. Benzike, gyere, nézzünk valami. Hello. Lehet, hogy tényleg magamnak veszünk szemüveget. Neked meg takar. Ugye 10%-ot itt beokizom. Nézzük, Benji, guess. Hogy tanultam? De jó szemüveg a szóval? Igen, hogy ne, az. Ez például, ez tök jó. Ez olyan jól sikerült, hogy bele sem mondjuk a kamerába. Tehát, hogy várják, legalább próbáljuk ki. Ez. Na, így. Dég, de jó. De ezt tegyük külön, ez tök jól áll. De hogy ezt tegyük külön? Persze. Benzsek, eljöttünk napszemüveget vásárolni, és ő helyett magamnak veszek valami előkelő. Hát milyen meglepő. Kintan volna. Viszont rengeteg tök jó szemüveg keret van. Azokat meg én állandóan töröm. Neked még nem kell, kéne neked is szemvizsgálat. Lehet, hogy már rég szemüveges vagy, csak nem tudsz róla. Ez neked jár a koroddal, de... Tudom, már nem tettük. Tűk, nézzél már ott el. Nézzek, láttad a utcai ruhában? Nézzek, azt akarok. Nem hiszem el. Fölöltözött rendesen. Életében leszel. Hogy jössz szemüveget? De sokkal intelligensebb okay, a fejed. Oké, csak nézd. Ja, mi az, hogy sokkal intelligensebb a fejed? Hát, ne arra ugyan már. Hát ez az utolsó bejelentkezésed. Vedd lesz róla. Igen. Hát Dr. Cilla. Ilyen pedagógusos, nem? Aha, és mi? Én lent láttam még egy nagyon... Ez nagyon jó lá. Nagyon szép ez az üzlet, nagyon kell ezt nézni. Szálltok a weboldal is, mert a weboldalon van minden. Jó, nem csak a webshopban vannak jó dolgok. Ez jó néz ki. Nézd, ez már pakol. Minden szétfordul. Igen, mondjuk tényleg. Ugyanesen a teremben. Nem pakol utána a Benjamin. Kéne, ezek a monitor szemüvegek, ugye? Ez arra való, hogyha sokáig ülsz a gép elől. Így van. Még te nem ülsz a gép elől. Hát én nagyon mentem. Hát hogy áll nekem? Questionable, de nem rossz. Questionable, oda nézzem el. Hát te Benzi elkezd modellkedni, ugye a csippendéleszkedés. Hát, de várj most akkor csippendél vagy modell, mert a kettő nem fér bele. De ne tolt föl a fejedre, majom. De hát így meg úgy érzem magam, mint egy öreg ember, aki így olvasni fog. Mazdba, tétre helyre befutam. De ez tök jól áll. Senki. Tök jól áll. Na, ilyen. Így jó lesz. Így. De ne emeld már fel a fejedet, majom. Ja, meg kicsi vagy, bocs. Így, igen, hajolja le. De ezt nem hiszem el. Vagy, amik még nekem tetszenek, ezek az Oakley szemüvegek. Nem tudom, hogy van-e. Nagyon sportos. Ilyesmi, nézd meg. Ez milyen jól állna. Nem, ez lila. Ettől kiborulsz. De ez igen.
Ez nem ok, nézd meg ezt. Sportos? Muszáj lesz valamit beszedni. Na, így. Na, ez igen? Na, így. Nézd meg valamit. Na, jó. Na, le is ezt. Na? Nagyon sportos vagyok, nem? Igen. Hát ez már azt vissza is rakta. Drága Benjamin, mindjárt kiválasztjuk, hogy melyik szemüveg legyen a fiad, jó? Uh-huh. De neked mi a stílusod? Arra mondjál már két mondatot. Leginkább edzőtermi viselet, ahogy láttad, úgyhogy túl sok mindent nem tudok nyilatkozni. Jó, de az utcára, hát mi sport? Életem a munka. Én mindenhol dolgozom. Hát nézd meg. Hát nézd meg. Sorry, Benji. Sorry, Benji. Hát ezt láttad először utcai ruhába, Benjamin. Figyelj, mit szólsz egy ilyen? Merész. Jaj, hát akkor... Na? Jó lesz? Egy percig ne gondolkodjam, anyukám, hogy merre van az előre a Benjaminnel, ugye? Hát én tudtam, hogy kibújik itt teszek a zsákból, ugye? Egyben... Mire célzol? Szemire. Mire célzol? Szemire. Ne hülyeskedjél meg. Őrület. Vagy ez is... Hát ez gyerekszemüveg, Benjamin, az... hiába szukászított föl téged, ez neked nem lesz jó. Köszönöm, szóltál, nem tényleg szokásítani. Őrület, követtém, ezt rajongolja, mit mondjak anyukám? Reklámban, nézd oda! Mit intéztem már megint neked? Ezt figyeld. Így. Cilla a tükör. Na, úgyhogy anyukám, ezt intéztük, 10% kedvezménye offline, online, úgyhogy ki se kell mozdulnod a lakásba. Ja, hát ez októberben itt a izé lesz. Ingyen szemvizsgálat. Benzikét is be kéne vizsgálni most már tényleg. A neked, hallod, nekem negy, mikor? Tavaly lett, tavaly kellett szemüveg. Addig azt hittem egyébként, hogy rossz a monitor, tudod, hogy így bevibrál. Uh-huh. És aztán valakinek a szemüvegét fölvettem, és mondom, dügtátok! És akkor rájöttem, hogy hát, sokáig 45 éves koromig kb. Na úgyhogy, de ezért egy szemvizsgálat neked beleférne. Ennyiket lehet, hogy még el is jövök megnézetni. Most meg októberben is, szépen megvizsgáljuk, de szerintem sasz szemű vagy. Nincs ott gond. Én is abban bízom, de hát sose lehet tudni. Én, anyukám, itt folyik a szemvizsgálat, nézd meg. Ide, ide, ide. Azt tudod, hogy nézd, hogy ide kell rakni az álladat, múltó voltam ilyenem. Annyi szóval bekukszíznak. De, és utána, amikor a lencsét próbálják, akkor ez az, hát ez meg nem tudom, meg lehet fogni. Nézd meg. Szebbet csúszkálják be a lencséket. Ilyen megőrült. És akkor ezeket berakkozgatják, halál előkelően, és akkor úgy vizsgálják be a szemedet. Ez nagyon menő. De nagyon szép ez a szalon, ez az e-optika. Figyelj ide. Nézd meg. Ez is ilyen monitoros szemvizsgáló. Csí, anyuka. Előkelő az egész. Dr. Újvári. Na látod, most már én is közöpedagógus lettem. A nemzet napszámosa. De ezt mondtam, hogy ezek az oklik jól állnak. Spol, ilyen konditermes. Hallod, én már ez a szemvizsgáló gépeket beokíztam. Nézd oda. Ne? Dr. Cilla. Jól áll? Hát, szerintem ezt túlságosan lehúztad, mert ez most neked meg itt van így az orrodnak a meg. Mert itt pedagógusos. Én naplóolvasós. Én ilyen öreg asszony vagy egy kicsit így. Te mindjárt átverek kettőt, az anyád az öreg asszony. Kelemetlen helyzetbe hozod megint magad. Na tessék, így jó? Aha. Aha, hát ez nagyszerű. Hát ez egészen oda vagyok. Az a baj, hogy nagyon nagy takarmánytök fejed van ahhoz a szemüveg. Az a baj, hogy tőlem meg elköszöntünk most. Gyere innen. Hát ez nem hiszem. Hát mindig rám akar rúgni. Nem, ezek neked nagyobb? Te tényleg nagy fejed van. Kösz. Nem? Hát neked nagyobb. Tehát akkor most mi a viszonyítási alap? Hát én. Ja? De hát, akkor... Nézzük meg a Cillát, hogy nézek ki. Hát figyelj, nézd már meg, milyen jól áll. Hát nem tudom. Egyébként nekem ezek közül a szemüvegek közül az áll jól, amilyen egyenes. Tehát, hogy nincs itt behajol. Tudod, ott az a kék, amit ott fönt néztünk. Hát nekem minden jól áll, ugye már nagyon jól nézek ki. Mondjuk az a részben, hogy helyesen lett? Mert igen. Nagyon jól áll. Jól nézek. Ám muszáj neked szemüveg. Muszáj nekem szemüveg. Muszáj, mert hiteles lennél, hogy van-e, hogy egy okos fiú vagy, tudod?
Ez muszáj lenne valami. Reklám, anyukám, reklámban! Ne idegesítsz, már csinálom neked a kedvezményt. Neked semmi se elég. Hát ezt nem hiszem, nézd meg, olyan jó dolgok vannak, ha megőrülsz, megvadulsz. Ennyi szemüveget te. Szemüveges az öreg Cilla is készít. A Benjaminnek kéne valamit intézni, nem Benjamin? Még ez ott el van, Cilla. Jó, semmi. Tapa. De Benjamin, megtaláltad a neked valót? Vannak már nagyon jó ötleteim, de még keresgéljük. Jó, még több mind akarok megkérdezni, mert itt az üzletvezetőt, hogy így megfogdoshatjuk ezeket a szemüvegeket? Persze, egyébként? Aha. Jó, és jó, csak hogy itten, vagy fertőtlenítitek gondolom utána. Húzana és alkohollal is fertőtlenítjük az összes terméket és a bontot is. Nézd, ő a fő nagy főnök. Jó, csak akkor nehogy ebből gond legyen, hogy itt lefölkapdosom a szemüvegeket, de úzonnal fertőtlenítene. Ben, imádom, ez annyira tipikus, ő már elfáradt, kész. Nem tudok ennyit vásárolni, te nőként neked ez hibáltál. Azt mondja, te nőként. Hát nem nézzél már oda. Hát mondjuk tényleg olyan vagyok. De nem szokted megnézni karácsonyi nagy bevásárláskor? Kanikat mindig lebasszák egy pamlagra. Kisnők meg rohangálnak. Én természetesen teljes próbába vagyok. Jaj, de jó, mindenhol van egy dik mekkora fejem. Nézd meg, én már teljes, hát ez nem én vagyok, teljes próbában vagyok. Ja, egyébként már, figyelj, mindjárt fölököm a YouTube-ra a nagy szemüveg próbát. Nézd meg, de jó nézek ki. Már megint. Benji, kész. Gyorsul, úgy? Persze, hogy látszomulok, ne érzkedjél már. Nézzek, hogy divatol a Benjamin. Nem izé, nem konditermi. Egyszer próbálom felöltözni, és egyből látod. Imádom, hát igen. Na hát veled se tudok vásárolni, ne haragudjál már. Azért jövünk ide, tehát, hogy vegyünk neki valami napszemüveget. Tehát még magadra próbálsz. Hát ne haragudjál már, kivel foglalkozzak, nem magammal. Hát jó kopa vagy. Na hát látod, ez érted, én már ledobtam, és azt mondtam, na jó van, taka. Na jó, tudod, mit fogunk csinálni? Benji, szerinted benne vagyunk most a képben? Nagyon remélem, hogy lejjebb jött. Igen. Azt fogjuk csinálni, na, hogy mi? A weboldalon fogunk berendelni neked valamit. Jó. Taka a webre. Nézd meg, hogy van ökenkedik a Benjamin? Már le is szállt, nézzek. Supermodell Heidi Klum. Itt van is. Igen, nézzél. Által igen, vidéken édes itt szoktál. Mi az, hogy vidéken? Mi a rám verkeltőt, nézzek? Láthatjuk, hogy egy fotómodell manökenkedik. Egy rózsaszín napszemüveggel. A stylistok ezt. Tidim, 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 de teljesen idegben van, nézek, fotomodell manökenkedik, Újvári Benjamin, csippendéles és fitness edző. Sorry, te... teljesen ki van, hát igen. Csak azért nem, azt nem értem, hogy miért ekkora a szám, mikor kétszer akkora a Benji, mint én. Nézek a profi fotót. Ezért Lukasz a nadrágjuk, meg kit érdelte. Nem hiszem el. Hű, a manöken. Tehát, hogy itt eljöttem, Menzi? Teljesen ki van ettől. Teljesen. Mekkora hátra van már. Nézd, utcai ruhába. Alá lelőtt kerültem.